Köszöntjük a kedves hallgatókat a Palacskang mai adásában. Mátyási Rolival és Bohár Natival. A Ménesi Borbárban vagyunk a Budapest FM támogatásából. Mindent a borokról. Kötetlenül és kendőzetlenül. Jó, Hoztam Most a bogácsát, sziasztok! Sziasztok! Megint itt vagyunk a borbárban, és megint borokról fogunk beszélgetni. Nati, figyelj, idefele jövet jöttem a buszon, és Facebookon a. Az elna oldalán ott voltál, képzeld de... Igen, tudom. Na. De... Igen, tudom, mert lájkoltam like is. Igen, én, szóval én, is lájkoltam. Like szóval a te TikTok videód, hogy bemutattál egy zelna bort. Igen, egy új bort. 2023-as olasz került hozzám bemutatásra. Érdekes volt. Tehát, hogy mást vártam tőle, mint amit kaptam, és nekem kimondottan tetszett. Aha. Csopak. Csopak. Ba Balatonfüred csopak. Kedvenc borvidékeim egyike. Az elna zseniális borászat. Azok bio ugye? Igen. Biotermesztésben dolgoznak. És hát azok 2023 ig nem kóstoltam. Remélem, hogy idáig. Nagyon jó. Szerintem eserjük. egyébként a nyár slágere lesz. Nagyon Én ér, nagyon remélem. Azok. És hogy mennek a tiktokos dolgok? Mi van veled? Pörgünk, törünk fel, mint a talajvíz, amúgy nagyon durván. Hát meg most lesz egy csomó érdekes projektem, úgyhogy érdemes lesz majd nyomon követni. Kezdünk egy kicsit az otthonkostolásos videókból átmenni a boroslány terepen. Nekem egyébként tetszenek ezek az otthonkostolásos videóid, ezek tök jók. Én mindig attól félek, hogy Uncsi lesz egy idő után, hogy mindig mm -hmm. ugyanott ülök, próbálom változtatni a helyet, meg amúgy egyébként kezded el, hogy pont most néztem vissza egy régebbi videóimat. Hát amióta van boroslány, azóta én hatszor költöztem el, és <tos> <tos> úgy nem látszik. Ami nem látszik a felvételeken, de így pont nézegetem, hogy jaj, ez itt volt, ez ott volt, én hatszor költöztem, ez az Na, tök jó, akkor pörög a TikTok, mennek a dolgaid. És nálatok mi újság van? Mert az szóval múlt utájára mikor voltam itt, amikor a Kostolón voltam. Igen, és a Kostolóról jutott eszembe, volt itt egy Kostoló nálunk a Ménesiben, két hete, a témája hét pedig hét Kadarka igen. volt, és a Bakcsaba, közös ismerősünk szervezi ezt a kóstolót minden két hétben, tematikus kóstoló borászoknak, szakújságíróknak, borkedvelőknek, esetleg borbárosoknak, és vagyunk olyan 10-15-en minden egyes alkalommal. Az egyik kollégám, akit úgy hívnak, és nem mondom ki a nevét, Hegyi Gábor, Na, Gábor például, amikor késve érkezett, ahogy szokta, és bocsáss meg, Gábor, de tudom, sok a dolgod, de megérkeztél a kóstolóra, és aztán szembeült veled a Nati, akivel addig még nem találkoztál. Képzeld el, hogy kérdezi tőlem hogy csendben a Gábor, hogy te ez nem a boros lánya? Tényleg. A Ne érdekes. Úgyhogy úgy tűnik, hogy most már törsz fel, mint a talajvíz. Ez most, víz. egy kicsit félelmetes, mert <laughs> az, hogy nem az, de hogy így olyan emberek beszélnek rólam, hogy olyan emberek tudják, hogy ki vagyok, akikről így álmodni sem ártam, hogy Hát és a Hegyi Gábor az azért ő tud. Ő azért itt a szakmán belül elég jól De ismert és elismert, ez. úgyhogy ez nagy dolog. Ez, ez igen. Ez jól, és jól képzeld leszünk. el, hogy ami, a, ami még izgalmasabbá teszi ezt a dolgot, hogy a Natia palackhangnak a, az oszlopos tagja. Az 50 a is itt ül mellettem. Úgyhogy így kezdjük a, az első olyan, podcastunkat, olyan beszélgetésünket, ami most már konkrétan a borról fog szólni. Igen. Úgyhogy induljunk el hogy mi a bor. Beszéljünk arról, hogy mit jelent a szőlő, a szőlőfajta, a fajta borok, és aztán tak. Gyerünk. Hát akkor, akkor szerintem kezdjük azzal, hogy mi a bor. Na hát, hogyha engem kérdezel, Nati, bor definíció, ahogy az iskolában is tanultuk, az egy olyan szőlőből készült alkoholos ital, ami, ami erjesztéses eljárás útján készül. Hát az erjesztés egyébként nem csak a, az alkoholos italokban jelenik meg a mindennapjainkban, hanem például ételekben is. Sajt, kefir, kombucsa. Ö... Mi az, hogy kombucsa? Hát az, az a, a, a teó, ugye? Igen, Maga. Igen, 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 igen. És az összes alkoholos ital, ami ja, létezik, igen. az mind erjesztésre, fermentációval készül. És mi az a, a fermentáció? A kovász is így csináljuk? A kovász, Amul. az is egy fermentációs nem, eljárás. Igen, ez mind, ezt mind úgy hívják, hogy erjesztés. A nagymamáink ezt már nagyon jól tudták. Lehet, hogy nem tudták a kémiát mögötte, de nem is fogunk beszélni a kémiáról, pár azért, mert szerintem mi sem nagyon tudjuk. De azért annyit el lehet mondani, hogy alapvetően a, a bor, sőt, kötelezően szőlőből készül, borszőlőből, és itt azért beszélhetünk egy másik szőlőről, amit a, 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 zölds, a zöldségesnél lehet kapni, igen, az a csemeges igen. szőlő. Abból lehet bort készíteni, amúgy? A néró. Nero szőlőfajta egyébként egy olyan szőlőfajta, ami eredetileg csemegeszőlő volt és és most is az és elvileg most ilyen. is az, de valaki készít belőle bort az, és a... kóstoltam már egyébként néroba készült bort és, jó. Ö... és van egy két olyan szőlőfajta, ami ami tiltott szőlőfajta, nem lehet bort készíteni belőle. Ja, például az ottelló. az ottelló pontosan ilyen. De a borszülőnek a jellemzője a véles csemegeszőlő az mi? Hát Egyen? a borszőlő ez kisebb. Vastagabb a héja, minden esetben van magja, lédúsabb, édesebb, magasabb a savtartalma. Talán most így hirtelen ennyit tudnék felsorolni. Mm, az, hogy van héja, azt említetted, az, az miért, miért, miért fontos? Ebből kapja a, a csersavat, a tannin innen jön, mm -hmm. innen és a, ered. És még a színét is. Hát igen, és a színét is befolyásolja. A, az, hogy mennyit tartjuk a héjon, az fogja eldönteni dönteni gyakorlatilag, vagy egy ilyen csúnyán megfogalmazva, hogy mennyire lesz világos egy bor, mennyire lesz uh, sötét. Tehát például a, a Schiller az egy kicsit tovább bázik, mint a sima rozi kategóriába sorolható borok, a vörös borok, meg, meg még több ideigáznak héjon. A uh -huh. fehér borokat nem áztatjuk, áztatjuk héjon, de a narancsbor az például héjon áztatott fehér bor. Illetve, igen, és de, de a, a, a fehér bort is azért egy picit lehet, sőt, van, aki tovább is áztatja egy pici színanyagot lehet kapni, de vörös bort soha nem kapunk a fehérből. Viszont érdekesség, hallottál már olyanról? Vagy kóstoltál olyat, hogy fehér kadarka? Kóstolni nem kóstoltam, egyébként kommentbe kaptam már rá ajánlást, hogy kóstoljak egyszer, mert érdemes kipróbálni, és ugye szexárdon készítik. A fehér kadarkát igen, igen. De van fehér szirá, jó néhány olyan, olyan szőlőfajta van, ami kék szőlő. Ennek a lényeg, amit mondtál is, a borászati eljárásban rejlik, a kék szőlőt nem engedik héjanáztatni. Tehát ahogy megroppantják, azonnal elkészül be most, és aztán elindul egy fehér boros eljáráson, és nem fog színanyag kiázni a héjából, így aztán fehér marad. A bor is teljesen más stílusú is, ízvilágban is, a savics magasabb, stb. stb. Ez egy érdekes dolog, de ellenkező irányban nem működik. Ha már nagyon alapokról beszélünk a bornál, akkor Hallok ilyet, hogy fajtabor, vagy hallok ilyet, hogy házasítás, vagy küvé. Na most, ezt tegyük már tisztában. A küvé az ugye egy francia szó de lényegében ugyanaz, mint a házasítás. Tehát a házasítás a küvének, a szónak nyelvtani értelemben véve a magyar megfelelője. Uh -huh. A fajtabor pedig olyan, azt a bort nevezük fajtabornak, ami egyfajta szőlőből készült. Tehát Például a sárdoni fajtából készülő bort, az egy fajtabor, az egy sárdoni. A házasítás vagy a küvé, az kettő vagy több különböző szőlőfajtának a házasítása, de egyébként beszélhetünk évjárat házasításról is, amikor lehet, hogy ugyanabból a fajtából készült a bor, csak különböző évjáratokban lett leszüretelve. De például, ha különböző dűlőknek a borát vesszük és rakjuk össze, az pedig ugye a dűlőszelekció, úgyhogy akár Ingen, egy dűlőházasítás. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, és... És még hordóban is, hordókkal is szoktak játszadozni. Igen. És ez már igazán kifinomult dolog, és annyira sok, sok ez például, ez például egyébként az emberi tényező. Tehát, hogy sokféle dolog befolyásolja a, azt a palázubort, ami mondjuk most előttünk van, mint geológiai, tehát például a különböző talajtípusok, az elhelyezkedés, az éghajlat, meg hát az emberi tényező. Itt van előttünk ez a sírház ballagézától, ami egy fajta bor, ugye? Igen. Rá van írva, hogy siráz, tehát ergo azt gondoljuk ebbe sirázban. Ennek ellenére érdekességképpen mondom, hogy elképzelhető, hogy van menne más szőlőből készült bor is. Simán lehet, hogy beházasítottak mondjuk egy kis kék ebbe, akár 10-15 százalékig is, és ezt nem kell feltüntetni a címkére, ezt nem kell megemlíteni a borászatnak, hanem egyszerűen csak siráznak hívja ezt a borát. Lehet, hogy nem volt megfelelő a savtartalom végén a már elkészült bornak, és azt gondolta a borász, hogy akkor hozzáteszek egy kis kékfrankost, ami jóval harsányabb, vagy, vagy izgalmasabb savakkal bír, azt beházasítja, és lesz továbbra is fajta bor ebből a, ebből a sírászból. Úgyhogy ezt csak úgy megemlítettem. Ez is fajta bor, ez 10-15 százalék szokott lenni, valami vannak olyan országok, ahol még annál is többet megengednek a fajta De egyébként a, a különböző országokban elég sokféle szabályozás is különbözik. Például a hozzáadott cukor, uh -huh. ha jól tudom, Franciaországban nem lehet, de itthon nálunk például igen. Nem, vagy Magyarországon sem lehet, bár ez is, ez is egy kicsit komplexebb ennél, mert a borkészítési eljárás során adhatunk hozzá mustot, tehát emelhetjük a, a cukorszintet bizonyos százalék százalékfokig, de közvetlen cukorral vagy kristálycukorral hivatalosan nem. Egy rettentően szigorú bortörvény van Magyarországon, ami nem engedélyezi azt, hogy cukorral növeld a cukortartalmát. Van egy olyan kategória boroknál, ha már beszéltünk házasításokról és fajta borról, ami maga, maga a bornak a, a szén-dioxid tartalmát, vagy annak, annak hiányát jelöli. Uh -huh. Hogy csoportosítjuk ezt tenne? Ennek szerintem szentelhetünk majd egy külön részt, hogy ezt egy kicsit jobban kifejtsük, de nagy vonalakban. Ugye vannak a csendes borok, vannak a habzó borok, és az erősített, vagy ízesített borok. Ugye a csendes bor kategóriába tartoznak a a normál vörösbor, amit még meg a minden. Meg is szók, a, minden. A, minden. Uh -huh. a habzó kategóriába tartoznak, a gyöngyözőktől kezdve, át, pesgőig, minden, ami buborékot tartalmaz. Az erősített vagy ízesített borok, mint például a vermut. A sherry. a sherry. És a egyéb ilyen spesült italok. Aminek bor az alapja, de. Így van, szőlőből készül, igen. de nem házasításoknál is vannak olyan házasítások, amik mondjuk ö, jellegzetesebbek, vagy ismertek? Például a egri csillag, vagy az egri bikavér, vagy... Ö, meg szexárd. Igen, meg a szexárdi egy klasszik bikavér. magyar igen. házasítás, amit még a külföldiek van. is ismernek, mint bullsblood. Én kezedre egy nagyon érdekes cikk jött velem szemben, nem is olyan rég, és mivel én olvastam, így, ö, így tudom, hogy mi a, a válasz a kérdésre, de... Mit szólsz a, a borozás utáni másnap fejfájásról? Hát a másnap az... Mert nagyon nagy sztereotípia, hogy vagy a sav, vagy a cukor miatt fáj a fejed másnap. Vagy a szulfit. Vagy a szulfit, ugye. A szulfitot nagyon, nagyon bántják emiatt is. Én szerintem a borfogyasztási szokásokban van a, a titok nyitja. Abszolút. Egyébként a cikk, amit olvastam, az is ezt mondta. Sőt, képzeld el... Képzeld el, hogy én lehet, hogy most meg is előztem ezt az egész történetet, mert nekem egy videóm is van, amit még tavaly nyáron vettem fel erről. Ilyen általános tények. A fejfájás, a másnaposság? Igen. Aha. Igen, igen, igen. És most teljesen ki is ment a fejembe, és most jutott eszembe. Egyébként nekem ez egy tök evidens dolog. Ez az egyetlen, amire így az egészségemmel kapcsolatban oda szoktam figyelni, hogy megfelelő folyadék folyadékmennyiséget vigyek be úgy minden nap. Uh -huh. Tehát hogy nálam elfogy egy három liter szerintem simán. Uh -huh. Vízből, ha nem, hát igen, vízből. ha víz, vízből, vízből, vagy esetleg teából, cukrozatlan, uh -huh. natur teából. Azt szoktuk mi is javasolni a vendégeinek, hogy egy pohár bor mellé legalább egy pohár vizet így áll, minimum. Akár igen, többet mert is. az alkohol az ugye elvesz? a folyadék, Igen, az a, alkohol az szárít. Hogy a folyadékháztartás? Elvon. Igen. igen. Elvon. Igen, a vizet van el. el. Ez egyik tanács, hogy így áll, vizet a bor után, a másik pedig, hogy lefekvés előtt ugye egy órában már nem nagyon kéne. Hát nem. Hát jó. Indulásnak ez egy jó kis tart volt. Igen. Arról, a következő jól, részben miről fogunk beszélgetni? Nézzük meg a kóstolás alapjait. Ez egy nagyon jó ötlet egyébként, mert sokan nincsenek vele tisztában. Arra lennék kíváncsi, ha egy pohárral töltök magamnak, akkor én hogyan kóstoljam meg azt a bort? Igyan meg, toljam le hogy hogyan tudom jobban megérteni azt, ami a pohárban van. Hát ezt meg kínál. fogjuk beszélni a következő részben, illetve most megint fenntartanénk egy kis reklámot, ugyanis Na. van Palackhang Instagram, Facebook és TikTok oldal is, úgyhogy szerintem skera fel mindenki, és bombázatok meg minket kérdésekkel, hogy milyen témákról szeretnétek még velünk beszélgetni, vagy tőlünk milyen témákról szeretnétek hallani, és, és nyugodtan írjatok üzenetet, mert készséggel válaszolunk De jó. mindenre. Van TikTok oldalunk is. Van. De <laughs> Ö, Gondoltad Ide volna, lett, hogy te nem csinálok. az applikációt. <gül> <gül> Na jól van, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok. Hello.